Bombát emelnek ki a Dunából a fővárosban, a Lánchíd és Erzsébet híd közötti szakaszon találták a II. Világháborús robbanó szerkezetet. A biztonságos kiemeléshez, illetve hatástalanításhoz mintegy 400 méteres sugarú körben lezárták a környéket. A korlátozás több lakóházat is érint. Lezárták a budai és a pesti alsó rakpart egy-egy szakaszát, és a környéken megváltozott a közösségi közlekedés is. Egy 100 kilós szovjet légibombát találtak nem olyan régen, itt a Lánchíd és az Erzsébet híd között, 8 méterre van a parttól, ugye ezért érkeztek ide a tűzszerészek és a hadihajósok, hogy a vízből kiemelés után mind a két gyújtót ki tudják venni a robbanó testből, és majd elszállítjuk, ott semmisítjük meg. Nagyon veszélyes művelet, látszik, hogy több hajó érkezett, itt van az egészségügyi szolgálat is, közösen kell dolgozni a tűzszerészeknek és a hadihajósoknak, és mindez nem tehető meg, hogyha a rendőrség nem segítene nekünk az árásban. Jó Ferenc kollégánk reggel óta ott van a helyszínen. Szervusz, hol tartanak most a kiemeléssel, mikorra végezhetnek a tűzszerészek? Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket. Ahogy azt mögöttem is láthatják a nézők, a lezárások még mindig érvényben vannak, mi sem tudunk ettől közelebb menni. Nemrég azonban sikerült beszélnem a tűzszerészek kommunikációs tisztjével, aki azt mondta, hogy a tűzszerészek most már a robbanótest hatástalanítását végzik. Délelőtt 10 óra után pár perccel kezdték meg a robbanótest kiemelésének az előkészületeit. A búvárok először lemerültek a robbanótesthez, és rögzítési pontokat kerestek. Ezek segítségével rögzítették a Magyar Honvédség aknamentesítő hajóját egy előre meghatározott pozícióban. Ezután kezdődött el a bomba kiemelése, és speciális daru segítségével emelték ki a nagyjából 100 kg ösztömegű szovjet gyártmányú légibombát. Ezekben a percekben tehát tart a hatástalanítása. Két gyújtószerkezetet is tartalmaz a robbanó test. Az, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, nagyban attól függ, vagy leginkább attól függ, hogy milyen állapotban vannak ezek a robbanó testek. Amint végeztek a tűzszerészek, utána hajóval a Dunán elszállítják majd a robbanó testet, és ezután kezdődik majd meg a korlátozások feloldása. Jó Ferenc, köszönjük szépen!